Sziasztok! Nemrég készítettem egy videót, ahol gumipántokkal végeztem gyakorlatokat a hátizom fejlesztésére. A mai videóban folytatom ezt a fajta videó sorozatot, ahol be fogok mutatni nektek ugyanúgy gumipántokkal, de most a válizmomat fogom megmozgatni. Biohackerként többször is fölhozom, hogy több építő elemből állunk, amire érdemes odafigyelni. Az edzés, a sport is, ahogy felhoztam, hozzátartozik, és ezért is készítek ilyenfajta videókat, ahol bemutatok egyszerű gyakorlatokat, amit el lehet végezni bárhol, kevés időt vesz föl, de egy 100%-os teljesítményt lehet vele elérni. Vágjunk bele az edzésekbe, mint ahogy a videó elején felhoztam, a gumipántokat fogom használni a válizom fejlesztésére. A gumit átfőjük a lábunkkal, a kezünkkel is, és fölfelé, a testünk felé emeljük, és fönt próbáljuk meg kihúzni. Fölhúzzuk, ki, egészen vissza, le. Föl, kihúzzuk egészen. Ha lehet, akkor minél erősebb gumival próbáljuk ezt elvégezni. A másik gyakorlat, amit bemutatok, egy kicsivel vékonyabb gumival végzem el. Ugyanúgy átfogtam a lábammal, megfordulok, hogy lássátok. És a lényeg, hogy egyenesen fölfelé emeljük, és ugyanúgy elhúzzuk. Vissza, le, fölfelé, de a fontos, hogy a karunk fölfelé menjen egyenesen, velünk szembe emelt föl. Megfordulok, hogy lássatok így is. Föl. És így. És nagyon jó hatással van a válizmunkra. Föl. Föl. Még egyszer megfordulok, hogy lássátok. Föl. És le. Mikor itt fönt vagytok, kinyissátok. A harmadik gyakorlat, amit bemutatok, a gumit egyik lábatokkal átfogjátok. Mindenki saját maga érzi, hogy a kezét hol fogja át, akkor a gumit hol fogja át. Lennébb, ha lennébb, akkor nehezebb kihúzni, ha fennébb, akkor könnyebb. És fontos, hogy a karunkkal fölfelé oldalt húzzuk. Megfordulok, hogy lássatok így is, vagyis átfogod és fölfelé oldalt. De minimum 10-et érdemes elvégezni, 10 darabot. És ugyanúgy marad. Megfordulok itt is, hogy lássatok, átfogod a lábaddal, és fölfelé oldalt. A negyedik gyakorlat, a gumit átfogtam egy padhoz, és magam felé húzom az arcomit. A karomat egyenesen tartom. Lassú mozgással végezzük. Lehet erősebb gumit is használni, mindenki saját maga kell megérezze, hogy milyen erősebb gumit tud használni. Fontos, hogy az arcunkhoz húzzuk. Az arcunknál meg lehet állni, és lehet várni egy keveset. Lassú mozgattal végezzük, mint ahogy a súlyt is, ahogy emelnénk. Az ötödik gyakorlat, a lábunkkal ugyanúgy átfogjuk a gumit, de most hátul van a gumi, a testünk közt tesszük, átfogjuk a kezünkkel, és fölfelé húzzuk. Lassú mozgással. Még fent meg is lehet állni egy keveset. A hatodik gyakorlat, a gumit hátra tesszük a hátunkhoz. Elől megfogjuk,
ahogy láthatok. És egészen kinyissuk a gumit. Bemutatom előről is. És lassú mozgással. A kezünket minél közelebb tesszük egymáshoz, annál nehezebb. Fordultam, hogy lássatok így is. Mint ahogy látjátok, egy pár gyakorlattal meg lehet mozgatni és lehet edzeni a vállunkat. Így el tudjátok érni azt, hogy a vállizmotok is fejlődjön. Még mutatok be ilyenfajta gyakorlatokat, és mint ahogy az előző videómban felhoztam, a testünk összes izmát meg lehet mozgatni kint a természetbe HIIT edzésekkel, vagyis magas intenzitású intervallum edzésekkel, vagy ahogy látok a gumipántok segítségével, fogok még bemutatni ilyenfajta gyakorlatokat, HIIT edzéseket is fogok bemutatni, bár már vannak videóim a HIIT edzésekről, és érdemes megnézni őket, testmozgást érdemes elvégezni ahhoz, hogy fittek maradjunk és egészségesek. Ha élveztétek a videómat, akkor nyomjatok egy lájkot, érkezek még ilyenfajta videókkal, persze azon kívül meg biohacker tevékenységekkel, biohacker ötletekkel, hogy hogyan tudod optimalizálni egészségesen és teli energiával az életedet. Sziasztok!